A romániai pénzügyi felügyelet visszavonta az Astra biztosító tevékenységére vonatkozó engedélyt, itthon több ezer Astra ügyfél már elhagyta a biztosító társaságot. A szakértők szerint mintegy 160 ezer kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, 20 ezer lakásbiztosítási és 10 ezer kaszkó biztosítás vár még cserére. Mészáros Rinaldo, független biztosítási halkusza vendégem, köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, feltétlenül kell-e cserélni, váltani biztosítót? Most hétfőn 14-én kaptunk egy körlevelet az Astra biztosítótól. Ennek a tartalmát hivatalos részét szeretem nagyjából elmondani, mert ez a biztos, ami jelenleg hatályos. Van egy csomó dolog, amire még nem tér ki, és a héten, jövő héten várható azokról, hogyha lesz időnk, akkor majd próbálunk tenni. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy 2 hete jött egy rendelkezés, a magyar törvényeket felfüggesztett a Magyar Nemzeti Bank idézőjelben, és az Astra biztosítónál, tehát aki díj nem fizetéses, annak elvileg a törvény alapján vissza kell menni az eredeti biztosítójához, most már nem lehet, új biztosítóhoz kell menni. Astra az új szerződést 2 hete nem lehet kötni, ezzel sokat nem lehet kell foglalkozni, mert a programok le vannak tiltva, senki nem tud már kötni. Hoztak egy rendelkezést, hogy akinek 30 napon belül van a felmondása, tehát az évfordulója, és a törvények értelmében 30 napon nem mondta fel, az közös megegyezéssel biztosítót válthat, neki be van fizetve a díja, ő évfordulóval elmehet. Ez jelenleg is érvényben van, tehát aki október 14-ig van mai naptól számítva, az bármikor elmegy egy alkuszhoz, vagy bár csak alkusz tud kötni, aztán a szerződés, vagy felbontani, ő közös megegyezéssel évfordulóra kiengedik, függetlenül, hogy nem mondta föl. Hétfőn hoztak egy új rendelkezést, hogy október 1-jével közös megegyezéssel az Astra biztosító minden ügyfelet elenged. Hangsúlyozom, kötelezőt, kaszkót, lakást. Ennek ezt is nagyon át kell gondolni. Ugyanis aki szeptember 30-án elmegy a biztosítójától, és új biztosítót köt, meg kell nézni, mikor van az évfordulója. A legtöbbnek január 1-én, vagy ez jelenleg akinek egyben van az évfordulója, ők befizették a díjat, aki éves díjat választott, december 31-ig, a díjat nem kapják vissza. Tehát be kell majd nyújtani egy alaphoz, jelen rendelkezések alapján, román nyelven, közjegyzővel hitelesíteni, nem tudom, hogy 2-3 ezer forintért ez érdemes-e, mert többe kerül a papírmunka. Ez a mostani álláspont, meg kell válni, hogy lesz-e újabb. Sokakban felmerül a kérdés, hogy aki nem éves díjfizetéses, hanem bizonyos rendszerességgel fizeti a díjat, az a jövőben ugyanúgy kell, hogy befizesse a díjat, ha nem szünteti meg a biztosítást. A mai naptól senki ne fizessen asztrás csekket be, nincs értelme, mert amennyit be, azt már nem kapja vissza. Tehát közös megegyezése elmehet. Az Astra biztosító azt ígérte, hétfőn, már a mintaleveleket megkaptuk, de még nem kezdték postázni a leveleket, hogy minden ügyfél fog kapni egy levelet, 3 fajta levél van, attól függ, hogy mikor van az évfordulója, mint mondtam, akinek most 30 napon belül annak nem kell fizetnie, akinek díjhátraléka van, az kap tört csekket, tehát szeptember 2-án volt az éves díjam, és nem fizettem be, az kap szeptember 30-ig egy tört csekket, akinek túlfizetése van, az egy tájékoztatást, hogy közös megegyezéssel elmehet. Az Astra biztosító és a Magyar Nemzeti Bank erősen ajánlja, hogy mindenki hagyja ott a közös megegyezéssel menjen, míg mehet. Ezt is azért át kell gondolni, mert akinek júniusig díjrendezett a díja, azt a díjat bebukta. Ugyanakkor meg kell tekinteni azt is, hogy mikor volt az évfordulója, és nem bónusz 10-ben van. Aki bónusz 7-ben van, és közös megegyezése biztosítót vált, annak nincs meg a plusz 1 éve, nincs meg a megszolgált éve. Most itt lesz a nagy kérdés, aki szeptember 30-án közös megegyezésen megy el, hogy az új biztosítója a bónuszát elfogadja, ugyanis 9 hónap megszolgált időnek kell lenni a törvény értelmében, hogy egy bónuszt ugorjak. Ez még kérdés, hogy a biztosítók hogy fogják elfogadni.
Biztos, ami biztos, hogy aki csak teheti, váltson biztosítót, és nem nagy összege ragad bent, mert 99%-os valószínűséggel október 1-től Magyarországon, mert ez csak egy fióktelep volt, nem lesz elérhető ember, akitől egy zöld kártyát, egy igazolást, vagy bármit tudjak beszerezni, ahhoz, hogy a biztosításomat saját magam tudjam intézni és kezelni. Valószínűleg, hogyha aki most nem mond föl, az a felmondását is, vagy bármiét, Bukarestből román nyelven fogja megkapni, mert fizikailag hétfőn az állománynak a nagy része már elköszönt, tehát aki nem szűken adminisztratív, hanem értékesítés bármilyen területen volt, azonnali hatálya felmondtak nekik, és telefonjukat, e-mailjukat, mindenüket kikapcsolták, tehát elköszönni sem volt nagyon idejük, és várhatóan 30-án a budapesti, tehát a központjukból, a könyveskálmakörtől is nagy részüket leépítik, tehát nem tudja, aki ott marad, nem fogja tudni kezelni a szerződését. Mindemellett azokból, amit elmond, azt lehet következtetni, hogy még mindig megvan az a lehetőség, hogy valaki hagyja a biztosítását kifutni a évfordulói. Mi történik akkor, hogyha ezzel a biztosítással valaki egy kárt okoz? Hétfőn, szeptember 14-én az Astra azonnali hatállyal beszüntette a kárbejelentési lehetőséget is. Már Magyarországon kárt bejelenteni nem lehet. Román nyelven, román űrlap megtalálta az Astra honlapján, mi is tudunk adni. Románul, közjegyzővel fordítva az összes okiratot le kell fordítani, és elküldeni Romániába, és várni, hogy a kártalanítási alap, vagy a csődbiztos fogja rendezni. Ha valaki beleszered egy ilyen helyzetbe, ha nekem olyan autós okoz kárt, akinek az Astránál van kifutó biztosítása, akkor én járok rosszul. Ma délután kaptunk egy e-mailt, a Magyar Nemzeti Bank azt ígérte, hogy még a héten hoz egy rendelkezést, nem tudom, mi lesz benne, de azt mondta, hogy biztosítani fog, tehát az sugal ki belőle, hogy biztosítani fogják, hogy Magyarországon, magyar nyelven minden elintézhető lesz. Azt nem tudjuk, hogy ezt a Mabisz fogja intézni, vagy a Nemzeti Bank, mint felügyelet fog erre biztosítani. Azt sem tudjuk, hogy ki fogja fizetni, mert még a magyar és a román felügyelet erről még véglegesen nem egyezett meg. Tehát véglegeset akkor lehet mondani, amikor a Magyar Nemzeti Banknak a hivatalos tájékoztatása, amit hangsúlyozom, hogy a hétre ígértek. Tehát én azt tanácsolom, akinek most friss kára van, ne csináljon semmit, várja meg a jövő hetet és figyelje a médiát, vagy a Magyar Nemzeti Banknak a honlapjának a tájékoztatóját, mert sokkal egyszerűbben el fogja tudni intézni véleményem szerint, mint ha most nekiáll ezt a procedúrát, hogy Bukarestre tértévevényes levél postázza ezt a paksamétát, mert egy kárfelvételi jegyzőkönyvnek azért vannak következményei. Akit most kár ér, és használni akarja az autóját, illetve olyan, akkor mindenképpen legalább rögzítse a kárt, vagy szívességi kárfelvétellel a saját biztosítójához menjen el. Igaz, hogy pénzügyi vonatkozása van, mert kb. 14 ezer forint volt, amik legutóbb volt ilyen, egy szívességi kárfelmétel, de ezt bármelyik biztosító fölveszi, kifizeti, megvannak az akták, és később tudom azt érvényesíteni, amennyiben gyorsan szüksége van rá. Azt hiszem, hogy szükség lesz még az ön tanácsaira, de az időnk lejárt, és biztos vagyok benne, hogy a Kölcsei Televízió is folyamatosan figyelemmel fogja kísérni ezt az egész Astra történetet. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én köszönöm.